egy nagyon nehéz néha a szavakba önteni, én szoktam mondani, néha könnyű beszélni, mert a tartalom egyszerű, és az ember mögött ez egy másik kategória. De az a fajta embertől kell elköszönünk, aki viszonylag sokat tett ezért a cégért, és hát ugye nekem jut ez a megtisztelő feladat, hogy ezt végre. Én próbáltam összeírni, amit sikerült, ha valamit nem jól mondok, akkor majd helyesbítel. Mi az, amitől neked mindenféleképpen itt a munkatársaid előtt, az utolsó búcsúztató munkalapon mindenféleképpen beszélünk egy pár gondolatban. Hát először is kezdjük azon, hogy 54-ben születtél, az én információim szerint ugye, és ugye általános iskolai tanulmányodat akkor még Kun Béla úton lévő általános iskolában végezte. Ugye számú szakmunkásképző iskolában végezte autószerelő szakmaként. Autószerelő szakmás elvégezve, mint kezdő autószerelő a BSV-nél, belkereskedelmi szállítási vállalatot a neve, Szeles úton volt, ott kezdte a pályafutásodat, mint kezdő autószerelő. Utána, amikor a megyei tanács szervezésében Német Demokratikus Köztársaság, ugye még akkor így hívták, egyik nagyvárosában, a Lipcsében dolgoztál autószerelőként, IFA javító szervizben bőhelyen. Németországból hazatértél, akkor kezdődött az MVK ZRT pályafutásod, amikor itt felvételt nyertél, ez a dátum 1973. október 17-e. 1973. október 17-től vagy a társaságunknál, akkor ugye anyukád már itt voltunk kalauzként, ugye itt dolgozott nálunk. Népszerű nevű, én úgy mondanám, hogy Arankaréni, én még dolgoztam a kezelőként buszvezetőként, kalóz volt, utána nagyon szerettük, mint járművezető is, maga a pozitív hozzáállását járművezetői munkakörhöz, és kalózként dolgozott, utána fiatalok vannak. Akkor már ugye újság volt, hogy a fiát idehoztam, autószerelőként ott van benn, és így kezdte itt az MVK az életben. Akkor egyébként elmondanám, nem volt könnyű ide bekerülni, nem volt, mint most, csak úgy kiegészített. 1977 a következő állomás, amikor sorkatonai szolgálatra kötelezően beolultál, az én információm szerint segítség Verfelétre. Helyes. Mentél. Helyes. Verfelétre ámszoros. Igen, igen, igen. Század vagy zászlóhaj volt, akkor igen lesz. Mint autószerelő. Elérkeztünk a Sörgen László idejébe, azt is sikerült majd kinyomoznom, még vele is beszéltem meg Kocsis Jóskával. Jön szép, hogy melyik nevezett ki és mikor és hogy, ahogy ne, hogy rossz dátumot mondjam. Elérkeztem a Sörgen idejébe, és akkor írunk ugye 1980-at, amikor csoportvezető megbízást kaptam, úgy mondjuk pontosan, hogy a futójavító egyes csoport egyes csoportnak a művezetőjének nevezte ki, az pedig már 2 év múlva, 1982-ben. Ezt Schlögel László is megerősítette, hogy ez így volt, kérem szépen, hogy esetleg. A munkádat, a hozzáállásodat, azokat a tevékenységet, amit mások azt mondják, hogy nem lehet megvalósítani, akkor te azon történel fel, hogy hogy lehet ezt megvalósítani. Rengeteg olyan dolog történt a 44 év alatt, amit nehéz lenne szavakba fogalmazni, ugyanakkor rengeteg olyan dolog jön, amik azt mondtad, hogy ezt meg kell oldani, mert ez a cég érdeke, az én érdekem, és az érdekek, és az érdekek fontosságát, ugye soha nem gyert, ha egy munkavállaló tudja, abból soha probléma nem származik. Ha a saját érdekét teszi a másik érdekeli, azt már, azt egy kicsit másképp értékel, én legalább. 82, de írunk, 82-ben megkaptad a kinevezésedet, és utána elkezdtél tovább tanulni. Azt is el kell mondani, a tanulás az mindig benne volt az életedben. A tanulás olyan szinten volt benne az életedben, hogy a egyes számú szakközépiskola, úgy mondjuk Baross Gábor szakközépiskolában érettségiztél levelező tagozaton, vagy később ugyanígy technikus minősítést szereztél. Itt van is egy-két ember, akivel egy osztályban hagynak a vákát. Azokat is kigyavoztak, tehát azok is ugye megkérdésztől már egyesületben végzett tevékenységedet, hiszen az mindig benne volt, évtizedeken keresztül bármilyen szinten is működött a vállalatnál, bárki irányította ezt a közlekedéstudományi egyesületet, a Bársony Pétertől kezdve végig, most a Csengő Péterig bezárólag, nagyon sok irányító volt, kérem szépen, mégis mindig aktívan részt vettél a közlekedéstudományi munkában, az egyesület munkájában.
2015 folyamatosan az iskoláidat még tovább végezte, különböző szaktanfolyamokat kellett végezni, ami a szakma feltételez, a szakmai munkát minőségéhez is hozzájárult. Ezeket természetesen azokat iskolázzák be mindig, aki ugye a vezető bizalmát élvezik, azok az emberek is. Azt kell mondani, hogy te végigélvezted ezt a bizalmat, szerintem a háttérből ez mindig megy. Azt mondom, hogy a vállalatnál hosszú évek óta a legmagasabb kitüntetést, ugye a Mestri Zoltán díjat megkaptad, ezt a Singár Zsolt úr és a vezérigazgató, és kérem szépen Juhász János szolgáltatás, kereskedő szolgáltatási igazgatóartás támadott 2015-ben. Ez egy olyan kitüntetés, akit azt szoktam mondani, nem minden munkavállaló ér el, aki nyugdíjba megy, hiszen ezért tenni is kell, ezt nem csak abból áll, hogy bejövök dolgozni és hazamegyek, és ha ezt nem teszi, akkor tulajdonképpen ezt a kitüntetést nem mindenki erre méltán lehet büszke, hiszen egy olyan elismerés, ami egy hosszú pályafutás befejezése, csúcsa is tulajdonképpen volt esetleg. Munkádat mindig a szakmai elhivatottság, a hozzáértés, a szeretetet, a szakmai tudás mindenféleképpen áthatotta, és én úgy értelmezem azt, hogy nem csak a 44 év vállalatnál eltöltött idő, ami csúcs, mert nem lesz egy hamar még egy valaki, aki ennyit dolgozik egy cégnél, hanem amit magad mögött hagysz, az is az. Én mit értek ez alatt egy picit azért? Az, hogy ma én termelés irányítom, kiadok egy feladatot, de én azt nem kontrollálom, nincs hozzáértésem, vagy nem merek oda venni, az szomorú. Te voltál az a szakember számomra, akivel azt láttam, hogy ha van egy munka, azt megtolnám. Mikor voltunk nagyon rosszban, olyan szempontból, hogy járni, mindig néztem a reggeli kibocsátást, néztem a javítást, minden, és hát mondjam azt, hogy mindig örültem neki, hogyha te voltál az éjszakás. Értjük ebben az esetben, mert valami mindig, akkor kiment, valaminek mindig történnek kellett, és a megoldás olyan szintre menni, hogy annak meg kell menni, annak ki kell menni, annak meg kell menni. Emberi oldalt is termelés irányítónak lenni, nem könnyű az emberekkel várni, hiszen ma az emberek a saját érdekén kívül nem hajlandó más nézni, csak azt, és innentől kezdve abból gondolkodik, és a többi meg nem számít, csak az én saját érdeke van. Na most ilyen embereket nehéz irányítani, nehéz kordába tartani, nehéz törvénytisztelőnek tartani, tehát ez nem egy egyszerű feladat, még akkor is, ha valakinek ez nem tetszik, vagy tetszik kérdés, ez legkevésbé érint, főleg én ezen túl vagyok, hogy neki tetszik. Még azért a köszönet mellett 44 év az az idő, amikor azt mondjuk egybefüggően, hogy igen sokat kellett korán kelni, kellett éjszakázni, kellett télbe kimenni, kellett javítani azokat, húzni, gondolni. Egyébként szóljál valami nem így volt, Tamás megyünk, mert baj van, be van, mert csúszva a buszok, árokba, jobbra, balra, mindegy otthon van a meleg kája mellett, elmondanám, és akkor mindig otthon csücsül, várja azt, hogy a közlekedés beindul. Hívjuk már fel Nátházit, jöjjön már be, meg kell indítani a rendkívüli műszakot, dolgoztatik az embereket, csoportot kell szervezni, délutára menni kell, és akkor minden átlegyen helyreáll a formában. Emlékszel? Havatástunk, havat, hólapákoltuk, ma el is parkba elakadt buszt, betörve, és nyugdíj előtt, pár hónappal, és akkor ástuk a buszt, a Bükszent Lászlórából csúszva, ma és 5 buszt mentettünk meg aznak, és már délután. Volt ez az egész dolog fényezve, mert azért voltak nekem konfliktusaim, nem csak a vezetőkkel, hanem a beosztottakkal is vezetett, hanem ugye én azt el nem tudom viselni, hogyha valaki úgy áll a dolgokhoz hozzá, hogy hogy nem lehet valamit megoldani. Én azt szeretem, hogy ha valaki azzal jön, hogy hogy lehet megoldani a kérdést. Emiatt nekem elég sok konfliktusom volt egy-két emberrel. Én most utólag is bocsánatot szeretnék kérni, nem a rossz indulat vezérelt, hanem a megoldás lehetősége. 4 év az elrepült. Nekem nyugodjon édesapám azt mondta, hogy 35 éves korodik fiam, nehezen fog telni az idő, 35 éves korod után meg repülni fognak az évek. Ez így van. Tehát a 44 év úgy elröppent, hogy szinte aki eljut idáig, lesz olyan, aki többet fog itt dolgozni, visszatérve a beszédetben elhangzottakra, mert itt van Kelemen Zoltán, ő majdnem 50 évet fog itt dolgozni. Munkával eltöltött idő. A cégnél eltöltött időre gondoltam. Most mindegy, hogy az munkával telt el, vagy csak a napok teltek, de lesz van, aki 49 évet is.
sok jó élményem van a céggel kapcsolatban. Főleg az előző időszakban voltak ezek. Most ugye elég nehézkesen mennek a dolgok, tehát itt már vegyesek az érzelmek. Én most is azt mondom, hogy nem bántam meg, hogy itt kötöttem ki. Igaz, hogy nem úgy nézett, hogy nagyon sokáig itt leszek, mert azt már egyszer elmeséltem, hogy történt egy ilyen hazazavarás, az első úgy is hívtuk, hogy kopasz. És hát ugye nekem ilyen nagy hosszú bajom, NDK-ból akkor jöttem haza, ugye nagy izé. És megkérdezte, hogy van-e svájci sapkám. És hát nem tudom, az AC/DC-t ki ismeri, van ott egy ilyen svájci sapkás gitáros. Annak ugye eddig ér a haja a svájci sapkám, hát körülbelül úgy néztem volna ki egy svájci sapkában. És hát mondtam, hogy nincsen. Jó, azt mondja, akkor majd találkozunk akkor, hogyha lesz. És én szépen ezzel ki is sétáltam a kapun. Úgyhogy a várost jártam egész délelőtt, a munkaruházati bolt még ma is megvan ott a Kumbéla sarkon, és ott vettem egy svájci sapkát, és akkor jelentkeztem van 11 óra körül nála, hogy itt van svájci sapkám. Na és hát ott átgondoltam a dolgokat, hát mondom, nem sokáig voltam itt, ezt az egy napot meg is tudtam. Na és tehát így kezdődött a karrierem ennél a cégnél. És végigjártam a ranglétrát, azt már elmondtam ott Józsinak egy videóban. Hát 1973-ban. Mikor én ide kerültem, akkor még úgy kezdődött a beilleszkedés, hogy szervizmunkát végzett az új dolgozó. És a munkája megítélése után kerülhetett jobbnál jobb munkaterületekre. Futóműjavításra, motorjavításra, sebességváltójavításra. Tehát a ranglétrát végig kellett mindenkinek járni. Nem úgy, mint jelen időszakban, hogy egy jól képzett szakember idejön, és elméletileg mindent tud, és akkor bekerül a mókuskerékbe, és csinál mindent. A futóműtől kezdve a villamosságig. Itt már nincsenek tulajdonképpen a szakmák elkülönítve, hanem egy jármű van, amit meg kell csinálni. Mindenkinek tudni kell a jármű minden részének a javítását. Itt a új szakemberek nem a zsírzással, meg nem a szervizmunkával kezdik, hanem ugyanúgy, mint a többiek, minden területét javítják a járműnek. És ez jó dolog? Hát végül is van jó része is, mert ugye elméletileg mindenki elismert a szakmában. A másik, hogy addig, amíg meg nem ismerte a gyengébb részeit a járműnek, tehát az, ami igénytelenebb szaktudást igényel, addig nem egészen biztos, hogy meg tudja csinálni azt a részét, amihez komolyabb ismeretre van szüksége. Tehát itt is jó lenne egy bizonyos időszak, amit eltöltene a gyakorlással a újonnan ide érkezett dolgozó. Ott akkor úgy kezdődött a dolog, hogy nem igazán számított, hogy ki mit végzett, meg ki mit csinált, hanem betették oda az aknába, zsírzóként kezdte. Itt mindenki úgy kezdte, zsírzó. A zsírzónak az volt a feladata, hogy azokon a régi járműken azt a 200 darab zsírzógombot így kézi pumpával lezsírozta. Úgyhogy mire végzett, akkor így nem volt fénycsővilágítás, meg ilyenek, hanem ilyen koszos üzékkel, steklámpákkal, meg ilyenekkel világítottunk az aknákba. És azt a ranglétrát végig kellett járni. Aki már első hírat szerelhetett, azt már a többiek, ó, már ez vamzer, ez már a főnöknek a haverja, meg mit tudom én, tehát őket már így majdnem, hogy elkülönítették a többiektől. A motoros az már nem is köszönt senki. Az volt, akik régiek itt vannak tudják, az egy olyan külön kaszt volt, hogy hú, hát motoros, mikor leszek én motoros, Istenem, hát hú, ez olyan volt, mint állította a szelepet, és utána sétafika. Úgyhogy a motoros az volt a szent és a sértetlen. Na és ezt végig kellett járni ezt a ranglétrát, évek alatt, ugye? Leküzdenem az akadályokat, eljutottam odáig, hogy ugye 82-től nem akarom a dolgokat túl fényezni, de a tudomásom szerint művezetőként ennél a cégnél 35 évet senki nem tudott le. Én 35 évig voltam művezetőben, 82. novemberében neveztek ki. Ez volt az a beosztás, ahol peregtek. A fővezető volt az első,
ahol vagy kihaltak, vagy ki művezető volt a következő. Bárány Laci, akkor Szabó Tibi, Matyi, nem jutottam el idáig. Úgyhogy igaz, hogy felajánlotta Józsi, de én emlékszem, szó szerint ezt mondtam neki. Mondom, Józsikám, én nekem nagyon jó ez a beosztás, mert a fővezetők nálunk vagy korán halnak, vagy kidugják a fővezető, úgyhogy nekem nagyon jó. És tehát 35 éve tudtam le, művezetőként. Most találtam meg, mert egy-két ilyen személyes dolgot hazavittem, ami ugye nem kellene, hogy ottan nyilvánosságra kerüljön a személytárolóba, de 82. novemberében kaptam meg a kinevezést. Tehát akkortól voltam én művezető. Biztos vagyok benne, hogy ha visszamenőleg megnéznénk, senki nem húzta eddig. Nem is lesz. Mert voltak nekem vezetőkkel is konfliktusaim, mert nem volt egy a nézetünk, nem is szabad, mert hogyha mindenki egy irányba megyen, annak semmilyen előnye nincsen. Mert akkor csak ugye vagyunk, aztán megyünk, mint a birka izé után, a vezérkos után. Nekünk nagyon sok konfliktusunk volt, nekem legalábbis több vezetővel, túléltem. Azok a vezetők egy sincsenek itt. Tehát tulajdonképpen, ha úgy veszem, nekem volt igazam. Én egyszer megbuktam történelemből, és nem is az a történelem most, amit akkor tanultunk. És most is úgy érzem, hogy akkor nekem volt igazam. Tehát azt a tanárt kellene kirúgni, aki megbuktatott, ugye? Mert akkor még forradalom volt, ami most már nem forradalom. Ugye? Tehát egész más megvilágításba kerültek a dolgok. Örülök, hogy itt dolgozhattam 44 évig, örülök, hogy itt lehetek köztetek, örülök, hogy még egy gondolat. Nem kell még. Csak október 2-ától leszek, úgyhogy jelenleg még aktív állományban vagyok. Igen? Azt szeretném csak mondani, hogy az elkövetkező pár órában, amíg együtt leszünk, mindenki érezze magát jól. Mindenkinek jó étvágyat kívánok a felszolgált ételekhez, italokhoz. És őrizzetek meg a szívetekbe úgy, ahogy gondoljátok, kinek milyen a véleménye rólam. Ha jó, akkor azt is elfogadom, ha kevésbé jó, azt is. Nehezen találkozunk dolgokat, de egy ilyen kis mondatot is készítettünk ott a szép pillanatokból. Kibírom már, de nem bírom. Mit csinálsz? Szerinted abban a korban vagy izgulja? Eseményekről. Hát lenne még sokkal több, de majd még idővel, meg azért azt szeretnék kiharcolni, hogy a Stargézáék szerinti dologra, hogy mit tudom én, ez szeptember 1-én szokott lenni, akkor nekünk jó lesz a szeptember 15 egy ilyen minden éves találkozót, hogy a kemény mag azért az meg legyen. Úgy legyen. Jó. Akkor jó étvágyat kívánok a